2012-ben Antwerpen kapta meg a rendezés jogát az Európa bajnokságra, ez a junior és a felnőtt korosztályt érinti. Azért is kapta meg Antwerpen egyébként, mert a sportok fővárosa lesz 2013-ban, és valójában ez egy főpróba volt, amelyet nagyon támogatott az Antwerpen város önkormányzata is, és ez látszódott a versenyen is, hiszen rengeteg szponzor és támogató jelent meg a versenyen, a verseny helyszínén. A magyar válogatott nagyon készült erre az Európa-bajnokságra, felkészítő edzőtáboron is részt vettek Tápiószemmel, ahol ugye a válogatott edzők vezetésével összefogták a csapatot, edzésterveket készítettek a klubvezetőkön keresztül, fejlesztették és edzették a tanítványainkat. Hát nagy várakozással mentünk, hiszen a csapatban voltak olyanok, akik már az előző években is bizonyítottak, és ott voltak a dobogon. És azt gondoltam, hogy igen, ennek meg lesz a gyümölcse, és ezek a fiatal tehetségek megint beváltják úgymond a felkészüléseket, és érmekben testesül majd ez. Összességében azt mondom, hogy egy jó Európa-bajnokság volt, és számunkra rengeteg tapasztalatot hozott ez, és akinek sikeres volt, az tanuljon a sikereiből, akinek meg úgymond kudarc, és nem került fel mondjuk a dobogóra, és nem azt hozta, amit elvárt tőle az edzője, az pedig tanuljon a kudarcaiból. Hát a kártások azok hozták a formát, én azt gondoltam, hogy ott lesznek az első háromba. Szabó István ugye világklasszis, nem tudom hányszor, 6-szor, 7-szer, 8-szor nyert Európa-bajnokságot, én szerintem ő ugye erre született, és tökéletesen össze van rakva, ő rajta már csak rontani lehetne. A Mortfi fiúkat sajnálom, hogy nem jött ki belőlük az, ami, az a rengeteg munka, idő, energia, amit azért a Stefanovic szenszer vezetésével visznek már. Mert tényleg rengeteg időt, energiát, pénzt beleölnek a felkészülésbe, és sajnos nem jött össze úgy. Azt gondolom, hogy ebben a mezőnyben Sanyi kapott egy nehezebb sorsást, egy nehéz ellenfele volt, akit ismertünk már előre korábban, mert le tudtuk győzni, de mind nagyon nehéz volt vele küzdeni. Most sajnos ez nem úgy sikerült, és a riválisunk győzött, és Sanyi nem jutott tovább. Természetesen Balogh Zsoltot mindenki a dobogóra várta, sőt a döntőbe is igazából arra készültünk, hogy meg tudjuk nyerni ezt az Európa-bajnokságot. Zsolt az elmúlt évben ezüstérmes volt, az azt megelőző két évben bronzérmes. Jogos volt az elvárás, a felkészülése jól sikerült. Biztár Csaba nagyon fiatal versenyző, a tavalyi évben még juniorként szerepelt az Európa-bajnokságon, akkor már dobogon volt, és ez volt az első felnőtt éve, azonnal kijutott az EB-re, és ez már önmagában hatalmas eredmény. Egy kifejezetten nehéz rivális, ha Marek Odzeriekkel kezdett, magyar ember még nem tudta megverni. Hatalmas dolog, hogy Csaba egy nagyon jót verekedett fel, 7 percig tartott a küzdelem, ahol végül nagyon szorosan éppen, hogy a lengyel versenyző győzött, Csaba nagyszerűen teljesített. Körlendi Lídia egy kellemes meglepetés számomra, nagyon tehetséges, nagyon elszállt, szánt volt, nagyon jó, összefogott volt, fejben ott volt, szimpatikus volt, és gratulálok neki a második helyezéshez. Nagyon jól szerepelt az Európa-bajnokságon, végre sikerült pontokat elérnie, az elődöntőből KO-val jutott tovább, egy rettentő erős bulgár versenyzőt ütött a testre, és úgy jutott a fináléba, hát a középsúly legnagyobb nevével mérkőzött, akit nem tudott legyőzni, de azt gondolom, hogy Lídia ezüstérmes, hatalmas eredmény, egy újabb előrelépés, tavaly bronzérmes volt, már az is nagyon jó eredmény volt, most pedig, hogy ezüstérmes tudott lenni, ez egy nagyon nagy öröm mindannyiunk számára, és hát azt gondolom, hogy egész Martfield város számára egy büszkeség, hogy Lídia ezzel kvalifikálta magát, és nem csak ezüstérmet kapott, hanem váltott egy repülőjegyet is a jövő évi világkupára.
teljesítménye önmagáért beszélt. Nagyon szimpatikus volt Tóth Helga munkája, sokat fejlődött a Helga, mióta itt van Jászberényben, és ez az utolsó időszakban még jobb, látványosabbá vált a fejlődése, pont erős volt, dinamikus volt, letisztultak a mozgásai. Till the game to take all I had left away. You said you wouldn't put me to the test today, but I remembered you saying that yesterday. There was a time when your mind wasn't out of control. Every memory of ki kell nyitni, nyitottnak kell lenni, minden új információt és tudást bevonzani, és nem is biztos, hogy csak a kiokusink alatt egy gyakorlása elégséges erre, hanem minden más olyan sportból átvett módszerek, technikák, eszközök, amelyek kiegészíthetik és komplex fejlődését hozzák létre a tanítványnak, és ezáltal ő lehet, hogy a váratlan helyzetekre jobban reagál. Sajnáltam a nyíregyháziak közül is, hogy a Marcinak, illetve a Gerinek nem jött össze ez a dolog. Gerit összefogottabbnak éreztem, de hát ez a szabálytalan technika miatt leléptették, és ott azt nem lehetett megóvni sem. Tehát én ugye ismerem elég jól a szabályokat, hiszen benne vagyok a bírói bizottságban, és olyan sajnáltam, hogy ott nem lehet mit tenni, a szabálykönyv ellen nem lehet lépni. Ellenben nagyon kíváncsi lettem volna egy Pető Geri és egy Dimitrov meccsre, hogy egy fiatal mit tudna kezdeni a régi rutinos rókával. Marcit sajnálom, fejben nem volt komplett, nem volt ott a versenye, nem volt ez az ő versenye. Nagyon szimpatikus volt az előző időszakban a Marci, felszabadult volt, könnyed volt, ezen az EB-n ő nagyon visszafogott volt és passzív. Nyilván klassz dolog az, hogy dobogóra is felférünk, ugye két bronzéremmel és egy aranyéremmel. Hagy emeljem ki ezt az aranyéremet külön, ami szerintem az egész munkánkat unblock rendkívül klasszul összefoglalja. Azaz egy mondat jutott eszembe, ahogy lejöttél a tatamiról, Ádám, hogy az intelligencia diadala a brutalitás és a koncepciótlansággal szemben. Amit bőve jutottam a részünk, és látom nagyon-nagyon sok, rengeteg csúnya küzdelmet, mondhatom, hogy 90-es nyilvánosok arányában. Végig mentél iponokkal, Vazarikkel. Nagyon-nagyon gratulálok, Józsi, Döme, komolyan, amit csináltatok. Azért mondom a Józsit itt, mert én úgy gondolom, hogy itt van a Józsi. Én annyira nem ismertem az Ádámot előző időszakban, jelen nem sokat edzettem még vele, természetesen ott állt biztos a sorokban, de mivel még alacsonyabb fokozat, mert fiatal, én nem nagyon találkoztam vele, de rendkívül szimpatikus fiatalember, nagyon helyén van, szerény. Az edzői elmondása szerint jó tanítvány, hiszen amit vállal, amit megbeszélnek, és azt az edzésmunkát ő lelkiismeretesen elvégzi, amit kitűzött maga elé, és nagyon motivált a versenyekre, és akar, és nagyon erős személyiség. Nagyon örülök neki, hogy ezt a tehetséget megtaláltuk, és bízok benne, hogy a jövőre nézve is ő ezt folytatja. Láttam azt, hogy ugye a Rózsa Gabi első számú esélyesként indult a 70 kilóba és hozta is a formáját a Gábor. Én azt gondolom, most a világ legjobb 70 kilósa Európában mindenképpen ott van. Bízom benne, hogy a világkupád majd jövőre Litvániába is a legmagasabb helyre áll a dobogón, a legfelső szintre, hiszen én szerintem ő rengeteget fejlődött ahhoz képest is, amit az előző időben mutatott. És Gáborról nem csak azt mondanám el, mint karatés, hogy a karate technikái fejlődtek az utóbbi időben, hanem mint ember, mint személyiség, és azt gondolom, mint az egyén fejlődésén keresztül egyre jobb karatéssá válik, és nagyon örülök, hogy itt találja meg a fejlődését ebbe a közösségbe, és nagyon örülök, hogy ebbe a közösségbe vagyok én is benne, amiben ő, mert ő is sokat ad ennek a közösségnek, és mi is megpróbálunk neki segíteni az önfejlesztésében. Én azt gondolom, vigyázni kell ezekre a tehetségekre, kezelni kell őket, és akkor nem fog elveszni az SHS számára.